Na és sziasztok, én Juhász Norbert vagyok, ez pedig itt a Backstage Gaming és a Mortuary Assistant első éjszakai műszakja. Az előző rész ugye ott ért véget, hogy megcsináltuk a próbanapunkat, ugye egy testet kellett a ravatalozóra elkészíteni, és már akkor is volt pár ilyen kis ijeszgetés, de nem volt egyáltalán vészes. Ugye akkor még ott volt velünk a főnökünk, tehát ez tényleg csak egy ilyen kis demo rész lehetett. Viszont most belevágunk az első night shiftbe, ahol három test lesz, és gondolom rengeteg ijesztegetés, jumpscare, és akkor igazából neki is láthatunk a játéknak. Ugye az egész játékot végig fülmonitorral nyomom, hogy még hihetőbb legyen a reakcióm, valamint, hogy az atmoszférát faszán átérezzem. Na és akkor jöjjön az első shiftünk. Na és sziasztok, hát akkor itt vagyunk az első éjszakai műszakban. Meglátjuk, hogy mennyi jumpscare lesz, mert eddig nem volt egy hajde sok. Na, azt mondja, hogy itthon vagyunk. Jó. Aha. Jó van. Fú, de jó zene volt pedig. Jó van azért. Ezt a kóra! Music Band Shirt! Mi? Na jó van. Mi van a hüttőbe? Lehet googolni. Na, nem akarom húzni az időt, induljunk el a első éjszakai műszakba, aztán nézzük meg, hogy mi lesz a helyzet. Ugye ezért fülmonitorral nyomom. Elég érdekes atmoszféra vagy hanghatása van, fogalmazunk így. Na, egyébként milyen meglepő, hogy horror játék, és éjszakai műszakban nyilván hol máshol kéne csinálni, és szakad az eső. Na, megjöttünk. Hát ezt visszacsukjuk a biztonságot. Mi a kurva anyja volt ez? Valami leesett. A kurva! Hallod, kirázott a hideg, bazd meg! Most a telef... A kurva anyját! Mr. Delver! I need help! Someone's outside the mortuary! Just... Try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. Mi van? I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. A kurva anyját! What am I supposed to do then? Most bodies I work with. Hallod, a próbanapon egy kurva szó nem volt arra, hogy itt izé... Tudod, a játékban nem mondta, hogy itt azért nem teljesen normális dolgok történnek. Bassz meg! No, wait! Damn it, what the fuck? Köcsög rögtön ránk is rakta, de el is tűnt a izé. Mit hagyott ez nekünk itt a izén? Ja, Rebecca. Hazing for the new girl or something. Fú. Just play along and do your job. Na, mi van ebbe? Régi kulcs. Valami bejárati kulcs, meg hangfelvevő.
Ezt múlt tegnap nem néztük meg, hogy itt mi van. Semmi érdekes. Hát azért kicsit erős volt rögtön így bekezdésnek, izé bekopog nekünk a bumbus. Ó, bazd meg. Istenem. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Jó van, megint csörög az a faszszopó telefon. Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish. De hallod, ebben mi a logika, hogy a csávó rögtön az első éjszakai műszakon közli velünk, hogy ne ijedjünk meg itt, bazd meg, minden életre van kelve. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn. Ki kell találnunk valami démonnak a nevét. Óráink vannak. Aha, jó van. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. De jó. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Imádom. This is insane. Na, azt mondja, hogy van itt valami szar. Just be the professional one. Grab a body and get started. Jó. Aha. The night shift database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of execution, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is itt lesz valami segítség nekünk, hogy melyik démon micsoda. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Mhm. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Oh, bass allowing leg. You the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own. Tehát van három testünk. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Van három testünk a ugye a hűtőben. És valamelyiket megy a megszállta a démon, és most nekünk azt kell kitalálni, hogy melyiket, hogy hívják a démont, ki kell találnunk valami jeleket, és hogyha minden megvan, akkor a idézőjelben a jó testet kell ugye elhamvasztani, és megszűnik a démoni jelenlét. Okay. Na! Hát ez tök izé barátságos felszerelésnek látszik egyébként, nem? Na! Még egy ilyen hangtép, aztán most már elég lesz ezekből. Igen, ezt már tudjuk. Igen, jelek. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Aha! Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them.
Még egy kicsit azért összetettebb, mint amire én számítottam, tehát tulajdonképpen, ahogy gondoltam is, tehát nem a revatalozásról fog szólni, hanem démon tűzünk. És hogyha elbasszuk, akkor ugye még komolyabb démoni jelenlét lesz, meg akár bele is halhatunk. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture, uncover the sigils, build the mark and place it on the body. Again? Then, when you're certain, burn it in the retort. Aha, nagyon jó. Tehát akkor itt lesznek valami jelek majd nekünk. Amit kirakunk, akkor rá kell rakni egy ilyen karikára, rárakni a testre, amelyiket megszállt a démon. És akkor izé... Azt mondja, hogy van itt valami papír, ami reagál. Lehet, hogy egy kicsit hamar reagált itt a dolgokra a dolog. Azt mondja, hogy itt lesz valami jel. A kurva anyját! De hol van jel, baszki? Tehát azt mondta a csóka, hogy erre a jelre fog reagálni ugye a papírra, és hogy elég. De van nálunk valami... I can't use that here. Ha, hogy ezt még elő se tudjuk venni. Nagyon jó. Örülök neki. Meg kell találni valami jeleket. Mondjuk jó fasz a sötét van, tehát amikor jöttünk a próbanapra, akkor nem ilyen volt a helyzet. Ó, baszki. Hát nem tudom, hogy hol van ez a izé. At least I can keep track of things. Jó. Elmegyünk, akkor hozzuk az első testet, és akkor belelátunk itt az első műszakba. Na. Fú. Hallod, muszáj kivennem bazdom az egyik izét. Basszus, izé bedugott fülle, kurva ijesztő ez az egész. Ebben nincs senki, ebben egyre rátoljuk a... Hát, szerintem a sorrend teljesen mindegy, azt kell kitalálni, hogy melyikben van ugye a... Melyikben van a démon. Melyiket szállta meg. Mehetünk is. Hogy mozog a lába, a teste, kurva ijesztő. All right, let's check you out. Ezt azért így becsukjuk, hogy legyen minizé kopogni. Na. Három darab sérülést kell megtalálnunk. Rögtön itt az egyik. Bazd meg! Kezdődik. Hello? Na. Jó van, köszi. Nagyon örülök neki. Nope. New job. I'm getting out of here. Igen, én is ezt gondolom, Rebecca, bazd meg. A faszom akarna itt dolgozni, nem is értem. Screw this. I'm getting back to work. Oh, bazd meg. Valahol kell találnunk még egy sérülést, ugye? Igen. Fú, bazd meg, de beszartam. There we go. Na, megvan minden, akkor ezt föl kell vinni a gépbe. Record system. Öpa.
Jó van már. Age. 45 éves, Heden volt. Left shoulder. És left. Hol van? Left leg. Mi hiányzik? Mit nem vittem be? Ja, right shoulder. Ja, left shoulder. Anyámat. Na. Csak sikerül. Vagy izé bug volt, vagy én voltam a hülye, nem tudom, hogy most mit nyomkodtam össze-vissza. Ja, ebből ki kell lépni. I need to file the copy in front. I can't hold anything else. Ne idegeim, hát ezt el kell rakni. Mi van a kezünkbe? Ja, ezt a szart. De ezt az üveget, ezt hogy kell? Jó, mindegy, nem kell nekünk szentelt víz. Ezt mindenképpen... ki kell... Igen. Anyádnak kopogjál. Ugye a csáva azt mondta nekünk telefonban, hogy... Time to be mom. Hogy szarjuk le a jelenségeket, hát köszi. Hogy fókuszáljunk, mert mit tudom én, ezt is becsukjuk azért. Így. Na. És akkor ugye... jöhet, amit az előző részben... ugye csináltunk. Jaj, ebből nem kell még egy... ebből kell nekünk azt hiszem egy... meg ebből kell egy... ugye... az állkapcsát kell rögzíteni. Nem tudom, hogy ez a való életben is így megy-e. Mert azért elég izé... Na. Ó, geci, kinyílt az ajtó. There we go. Miért nyílt? Értem. Ó, bassz meg. Most mi, oda kell menni? Ó, várj, kell a papír. Kell a papír. Vagy a szentelt víz kell nekünk? Igen. De hogy veszem elő? I can't use that here. Azt nem tudom, hogy hogy veszem elő. I can't use that here. Nem tudom, hogy hogy veszem elő. Akkor a papír kell nekünk? Egy másodperc? Jövök. Ó, baszki. Az meg valami belesuttogott a fülembe. Na mindegy, nem reagált a papír semmire. De hallod, én ezt nem csuktam be, azt a hátsó ajtót. Jó, hát azt most biztos, hogy nem nézzük meg, hogy ez miért van becsukva. Alright. Azt meg nem fogjuk megnézni. Mi a kövi... opá! Mi a kövi feladat? Ja, ez a tartósítós szarság. De ezt a clipboardot valahogy... nem lehet átrakni máshova? Ezt nem tudom ide rakni. Nem, mert nagy izé. Az a baj, múltkor ide volt készítve nekünk, viszont most nekem kell összeszedni, és a fasz tudja, hogy mi kell bele.
Mindig rossz gombot nyomok. Forma, izé. Megint rosszat nyomtam. Gluten tököm, az is kell elméletileg. Igen. Mi kell? Csak megszokom most már. Forma, de itt meg metanol. És hol vannak ezek a cuccok? Ez mi ez? Vagy ilyet nem használtunk már? Istenem. Ez nem az? Ez mi ez? Ja, ezt már néztük. Azért faszán össze-vissza van pakolva ide minden. De ne basszál föl, hát még ide kell... kell, vagy két hozzá... kell két hozzávaló. Ugye metanol meg, forma, de nem tudom kiejteni. Ez mi ez? Ilyenünk már van, nem kell. Ez mi? Nem tudjuk meg soha, ott vannak a csövek majd, oké. Ezt a glutézét raktam már bele vajon? Raktam. Hát basszus, most ez kurva jó, hogy itt minden izé. Ez mi ez? Bleaching agent. Ilyen kell bele vajon? Nem bírjuk elrakni, tehát nem. Valószínűleg. Metanol megvan. Igen. És akkor még egyet kell nekünk találni. Formal. De ezért, az nem lehet, hogy kint van. Én úgy emlékszem, hogy ezt ott kint van. Ki kell menni, baszki. Ez tank cleaner. Nem. Mit keresünk? Ja, ott van, hogy regen, de hát ez most nekünk nem kellett. Csukjuk be. Formaldehidrát, mi a tököm. De nem tudom, hol van. Ez lenne az. Nem. Na. Maradjunk ott hátulnyugtól, majd mindenki sorra kerül, bazd meg idővel, ne idegesítsetek fel. Nem ezt keresem? De bazd meg, csak nem tudom, a 15-ször elmentem mellette. Még kell bele valami. Jó, gondolom a csövek. Meg ugye... az érszori. Ott volt a jel! Itt a jel, azt kell majd mindjárt, akkor megcsináljuk. Ja, meg kell szike. Meg kell szike. De nem engedi. Akkor valami csak hiányzik. Ott van, hogy regent. Tehát akkor csak bele kéne ezt a szart öntenünk, ugye? Old kabinet. Hát nem igazán értem, hogy most mit keresünk.
Ez miért tököm? Nem tudjuk. Ezt se tudjuk. De faszán össze lett itt 10 évvel kutyúva minden. Hát most egy kicsit itt el vagyunk akadva. Meg kell bele. Old kabinet. Hát nekem mintha azt tudnom kéne, hogy hol van az old kabinet. Fogadjunk be az meg, hogy most fogom összeszarni magamat, biztos vagyok benne. Ez mi ez? Ja, izé hullazsák. Ne, geci. Bazd meg, le van kapcsolva izé. Le van kapcsolva a lámpa. Nem lehet felkapcsolni valahogy? Hopp, nem? Jaj. Na mindegy, hát akkor is vissza kell mennünk. Jó van, dörömböljetek, bazd meg. Aha. Már izé, ment a röhögcsérés. Hát figyelj, most kurva nagy bajban vagyunk, mert nem tudom, hogy hol van ez a Regent. In the old cabinet. Ide lenne elrakva valami izé. Vagy ez. Ó, oh, bazd meg, megvan. Miért? Jó, hát akkor a csövecskét ezt közé. Jó. Tehát valamilyen démonűzős lötyit kell már beleönteni. Aha. Föl tudjuk még venni? Föl tudjuk venni. Fantasztikus. Itt a kurva lámpát vissza kéne kapcsolni, mert nem vidám. Na most tudjuk ugye akkor elintézni itt a dolgokat. Artéria szorító meg mit tudom én. Jó. Jó, de kurva jó hangos. Ja, meg közben megvan ugye a jelünk. Amit izé, itt volt a jel. Egy fordított elvető, egy pontoskával. Azt mindjárt ezért fejelőjük, hogy kikapcsolom meg ezt a milyen gépet, mert úgy szűk, bazd meg a különböző, ez nem igaz. Hát így még tepecsel is, hogy nincs kikészítve semmi, és nem tudni, hogy hol a helye. Na? Kösz. Kivesszük ezeket a cuccokat, meg visszavarjuk ezt a sebet. És akkor bejelöljük, hogy néz ki. Fordított el egy ponttal. Ez lesz az. Fordított el egy ponttal, ugye? Nincs hasonló. Nincs. Oké. Mit kell csinálni? Geci, megint kinyílt ez a kurva ajtó. Ja, aha. Saját magamat ijesztegetem. Csukjuk már be, légy szíves, jó? Köszi. Ne nyitogassuk. Tudod, azt az üres zacskót kell megtölteni. Ezt. Valami kevíti fluiddal. És kell nekünk egy ilyen. Fú, gyerekek. Hát figyelj, ez a Night Shift, ez jó hosszú, mert
fél órája dolgozunk lassan, idézőjelbe, és még az első testtel se vagyunk kész. Szóval valószínűleg külön részbe lesz végignyomva a shift. Mert egyrészt én lassan összeszarom magamat ettől a játéktól, ugye állandóan nyílik az a kurva ajtó. Másrészt még nem szeretnék ilyen hosszú izét részeket csinálni. De jó, ki kell mennünk a tank cleanerért. De kurvára örülök neki. Faszomat. Igen. Jó, megtöltve. Igen, ja, és most akkor ki kell takarítani ezt a szart. Talán erre zúg, mint a kurva anyja. És akkor az első jelünk megvan. Az a fordított elbetű egy ível, vagy egy ponttal a jobb oldalán. Fú, hallod, esküszöm, bazd, olyan nyomasztóan érzem magamat. Nagyon-nagyon ki van találva, és először pedig az egyik füles már ki is vettem a felénél. Kurva nyomasztó ez. Ja, le kell törölni még az arcát. Utána vissza kell vinni. Hát ez valami, nem tudom, ilyen törlőkendő. És akkor ugye vissza kell vinni. Ó, bassza meg. Jó, hát vigyük vissza. Várjál, ugye azt mondta a csáv, hogy ne higgyek a telefonoknak. Ott csörögjé nyugodtan, majd jövök mindjárt. Biztos, hogy nem megyek vissza. Vagy izé nem veszem föl. Honnan vettük ki a faszit? Innen, ugye? És akkor elméletileg ez ugye nem lehet a... Nem lehet a démon, mert... hogy betöltöttük azt a démonűzős lőtyit, és nem volt semmilyen különleges reakció. Meg ugye csak egy jelünk van, tehát elméletileg nem lehet ez a megszállott figura. Ez miért tököm a földön? Ja, én dobáltam el, gondolom, valami szar. Jó, ezt be is csukjuk szépen. Na, és akkor innen fogjuk folytatni az első éjszakai műszakunkat. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok. Eléggé megvisel ez a játék. Játék? Hát, kurvára nem vicces, tehát nagyon-nagyon komoly. Nagyon komoly. Hát rendes nyomasztón érzem most magamat. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogyha megnézted ezt a részt. Én Juhász Norbert vagyok, ez pedig itt a Backstage Gaming. És akkor az első éjszakai műszakban van hátra még két testünk, és a következő részben folytatjuk. Sziasztok!